ez a zárott kiadványok tárának, volt zárott kiadványok tárának a gyűjteményéből mutat egy reprezentatív merítést. Egészen a Horthy korszaktól, majdhogy nem azt lehet mondani, a rendszerváltásig. Remóta gyűjtemény, ami az erotikus és a úgynevezett szélső baloldali irodalmat tartalmazta, ez volt a Horthy korszaknak a zárolt kiadvány része, majd 1945 után épp az ellentétébe fordult, tehát a szélső jobboldali irodalom került zár alá. A 1956-os forradalom után az emigráció irodalma, és legvégül, mint ahogy mondtam is, a rendszerváltást közvetlen megelőző években a szamizdat irodalom. Körülbelül ez volt a tárnak a gyűjtése. Ez a zártság feloldódott, és 2000-re minden dokumentum a helyére került, tehát a törvénytelenségbe.